A műsor támogatta az Elements Budapest. Mi nem tudjuk azt, hogy mi ez a hét dolog, amit összeszedtél. Például a lányom kifejezetten ugye fél a kutyától. És ez nálunk ilyen családi feszültségeket okoz, ilyen nagyobb összejöveteleknél. Akkor lehet itt vitatkozni, hogy most akkor lakásban való-e kutya, vagy nem való. Egész nap, egész éjjel van, hogy bonyítugat a kutya. És ezt a kutyásként mondod rá, igen, adásul. Igen. Nem gondolja azt végig, hogy odaszart a kutyám, akkor az nem, ott nem van. Érdekli. Tehát az úgy el fog tűnni. Ameddig valaki pénzzel nem büntetnek meg azért, mert nem szedte fel a kutyája után, addig itt nem lesz rend. Egy óriási feszültségforrás, és akkor mindig megy ez az oda-vissza játék, hogy de ne féljél tőle, mert nem bánt, de félek tőle, mert bánt. Nagyon sok esetben a reakció az, hogy ó, milyen emberek ezek, mert nem szeretik a kutyákat. De itt nem erről van szó. Nekem egy kicsit ez generál rossz érzés, és én személy szerint ezért haragszom a felelőtlen kutyatartókra, hogy ők tulajdonképpen a felelős kutyásokat, vagy magukat felelősnek tartó kutyásokat is ilyen helyzetbe hozzák. Én kutyás vagyok, én egyébként társasházban lakom, egy kis kutyám van, tehát kis testű kutyám, de rettetesen zavarni melyik lakótársam, amelyik kutyát tart. Ilyenkor jön az, hogy jaj, hát ő nagyon cuki, néha, hogy valami miatt harap, azt nem tudom miért, de egyébként cuki. Gondolattól rosszul vagyok.